A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az elmúlt adásunkban bemutatkozott Balázs Viktor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért és innovációért felelős új országos alelnöke. Ugye hát azt már megtárgyaltuk, hogy mi mindent kell róla tudni. Először is környezetgazdálkodási agrárműnök, ökológiai gazdálkodás szakirányon, Gödöllőn precíziós szakmérnöki vizsgát végzett, jelenleg végzős doktorandusz, a PhD tanulmányai során az édesburgonya termelő specifikus természet termesztés technológiájával, illetve beltartalmi analitikai vizsgálatával foglalkozik, a családi gazdaságokat is vezeti, emellett kiskultúrás engedélyezési munkacsoport vezetése a kamaránál természetesen, ott van az Európai Mezőgazdasági Szakmai Szervezetek és Szövetkezetek Bizottságának munkájában, illetve a COPACOGER, a gabona és olajos növények, valamint a növényvédelmi munkacsoport ülésein képviseli hazánkat. A Magosz Heves vármegyei ifjú gazda tagozatnak is tagja. Ez volt a felsorolást, és most tisztelettel köszöntelek, szervusz, örülök, hogy itt vagy velünk ismét. No, most viszont már tényleg a környezeti fenntarthatóságról kell, hogy beszéljünk, hiszen az innováció az agráriumban is rendkívül fontos, és ezek a kihívások azt hiszem minden nap foglalkoztatják az agrárium szereplőit. Május 23-án volt egy kecskeméti konferencia, ahol nagyon sok minden felmerült, de én általában kérdezem először is, hogy a modern gazdálkodási követelményeknek miként lehet ma megfelelni, és mi minden kell ahhoz, hogy ez széles körben is nyilvánosságra kerüljön, és elinduljon egy folyamat az agrárpiaci szereplőkben is. Egy kicsit hátrébről kezdeném, és hogyha ha madártávlatból nézhetjük a mezőgazdaságot és a jelenkor kihívásai valahol a múltban gyökereznek, hogyha lehet így fogalmazni. És hogyha figyelembe vesszük azt, hogy ugye mi volt az a folyamat, ami elindult a mezőgazdaságba. Ugye a II. Világháborút követően a legfontosabb tézisek azok voltak, hogy megfelelő mennyiségű és olcsó élelmiszerrel ellássuk a népességet annak érdekében, hogy ugye szavatoljuk az ő jólétüket. És ugye a mezőgazdasági intenzifikálása ugye robbanásszerűvé tette azt, hogy növekedjenek a termés mennyiségek, hozamok, és ezzel ugye a népesség is növekedjen. És amikor a 80-as évek közepén, talán 87-ben a Brundtlandi Egyezmény fogalmazta meg a fenntartható mezőgazdaságnak a fogalmát első körben, ugye maga a fenntartható mezőgazdaság, szó szerint nem tudom idézni, a lényege az volt, hogy a fenntartható erőforrásainkkal történő gazdálkodási rendszereink oly mértékűek legyenek, hogy azok a jövő generációinak az igényeit is kielégítsék. Ugye ezt követte a rendszerváltozásunk, az Európai Uniós csatlakozásunk, és ugye itt vagyunk a mai korban, ahol talán egy állandó dolog van, az a változás, hogyha megnézzük az elmúlt éveket. És ugye hogyan illik bele a mai modern gazdálkodási rész? Ugye mi idézte elő nyilván a modern technológiáknak a térnyerését, ugye a hadiparból származnak ezek a technológiai vívmányok, de hogyan csatlakozhat, hogyan változhat ugye az a előnyünkre. Ugye a fenntarthatóságban egy trilemmát kell feloldanunk, hogyha lehet így fogalmazni. Ugye mi ez a trilemma? Ugye a környezeti feltételeknek történő megfelelés, a társadalmi történeteknek, vagy a társadalmi elvárásoknak való megfelelés, és a gazdaságosság. És hogyha megnézzük azt, hogy az Európai Uniós csatlakozásunkat követően ebbe a trilemmába az Európai Unió a környezeti és a társadalmi szempontokat hivatott rendkívül magas szinten, ugye a zöld átállással és a különböző Green Deal vagy Farm to Fork stratégiát szemügyre véve, ugye a gazdaságosságunk jelentős mértékben csökken, és hogyha régen még a régiek biztos emlékeznek rá, ugye azokra a fejős székekre, amik ilyen három lábból álltak, és ugye ezek könnyen fölborultak, hogyha az egyik lábat lefűrészeltük, vagy éppen megnyújtottuk, és a fenntarthatóság van, hogyha a gazdaságosság sérül, akkor ugye nem lehet a rendszer fenntartható.
és az innovatív, modern technológiák a gazdaságossági hatékonyságot hivatottak, én úgy gondolom, előtérbe helyezni ebben a trilemmában, és próbálja az egyensúlyi helyzetet visszahozni, hiszen jelentős mértékben a környezeti és a társadalmi kihívásokra próbál a mezőgazdaság reflektálni. Tehát szemléletváltozásra volt szükség mindenféle értelemben. Ha megyünk sorban, melyek ennek a legfontosabb adalékai, amelyeket mindenképpen hozzá kellett tenni a múlthoz, mert azért nyilván a múltból áthozott gyakorlati tudnivalók azért sokat segítettek, nem lehet mindent lecserélni, ezt régről tudjuk. Abszolút. Ha megnézzük, hogy az agroökoszisztéma rendszereket, mi ugye hogyan működnek maguk az agroökoszisztéma rendszerek, ugye, hogyha nézzük akár a régi időszakban a rendezetlenség elve alapján. És mi ugye ezeket rendszerezni szeretnénk, olyan fogalmazhatunk úgy irreverzibilis folyamatok során, amelyek okozzák azt, hogy ugye a különböző növényeink esetében, amelyeket termelünk, csökkentsük azokat a rendszertelen beavatkozásokat, amelyet ugye az abiotikus, gondolok itt az éghajlatváltozásra, az időjárási tényezők által okozott kihívások, vagy a biotikus károsító kórokozók általi nyomásra. Ugye ez az elmúlt időszakban jelentősen felerősödött, és nekünk ezekkel a modern technológiákkal kell ezeket megválaszolnunk, hogyha lehet így fogalmazni, és igen, kell egy rendszer szintű változás, ami úgy gondolom, hogy elkezdett indulni a fejekben. Itt mindennek a kiindulási alapja első a talaj, hogyha lehet így fogalmazni, és ugye a talaj, amely közegként szolgál a növényeink számára, amely később a magasabb rendű élőlények, állatok, és utána a táplálkozási láncba, hogyha megyünk tovább, ugye a mi, lehet így fogalmazni, érdekeinket szolgálják, újra fókuszba kell, hogy kerüljenek, és a regeneratív művelés, a regeneratív talajgazdálkodás egy nagyon perspektívikus lehetőség. Nagyon-nagyon fontos, ugyanakkor fontos, hogy az unió agrárszabályozási előírásai is hozzátartoznak ehhez a változáshoz. Tehát itt van már is a klímaváltozás elleni küzdelem. Mit lehet tenni? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy az öntözés mindennél fontosabb, de nem akarom leszűkíteni az öntözésre. Általában a klímaváltozás elleni harc az hol tart most, hiszen azt éljük, látjuk, tudjuk, és az agrárgazdák pedig mindenkinél jobban tudják, hogy ez bizony egy rendkívüli veszélyforrás. Igen, ugye, hogyha megnézzük az elmúlt évek eseményeit, a hatalmas aszály következtében, ugye, ami a 22-es gazdasági évet érintette, ugye soha nem látott súlyos termésveszteségek és termésdepressziók alakultak ki, főként ugye az ország déli és keleti részében, teljesen szétvált az országunk, és ezek a fajta anomáliák, ezek a kihívások ugye válaszra serkentik a gazdálkodókat, és ugye minket is, hogy szabályozási szinten olyan lehetőségeket biztosítsunk, amelyek előtérbe helyezik azokat a újításokat és innovatív megoldásokat. Gondolok itt, igen, amit említettél is, ugye az öntözés kapcsán, ugye a megfelelő vízhasználat, a tájba történő víz illesztése, amely ugye a mikroklimatikus tényezőket jelentősen befolyásolja, és egyfajta pufferként szolgálhat annak érdekében, hogy a légköri aszályt például megakadályozzuk. De emellett ugye a különböző nemesítési technológiák, a talajregeneráció, a biológiai aspektusokból történő mezőgazdaság, hiszen eddig mit vettünk figyelembe, például a talaj esetében? Fizikai és kémiai részeket. Ugye a biológia, az a talaj élet, ami ugye nekünk regenerálni szükséges, ez miért fontos? Hatalmas nagy puffer kapacitással rendelkezik, és a különböző klimatikus viszonyokra választ adhat. Viszont az unió követeli a környezetvédelmi és fenntarthatósági követelmények betartását. És ez korántsem egyszerű, hiszen el kell indulni egy olyan úton, ami ha eddig nem is volt ismeretlen, de nem is volt annyira fontos. Igen, ugye a legelején beszélgettünk erről a trilemmáról, és hagyj hozzam ezt újra föl. Ugye az unióban történő zöld átállás és zöld irányzatoknak a bevezetése egy jó út lehet akkor, hogyha azokat a technikákat és technológiákat biztosítjuk a gazdálkodók részére, amelyekkel hasonló hatékonysággal tudnak eredményesen termelni. Én úgy gondolom, és ez
a hazai stratégiában sem cél, hogy olyan mértékben fordítsuk át a mezőgazdaságot, ami úgy a hatékonyság rovására megy, hogy nekünk az élelmiszer alapellátásunk kitettséget szenvedjen. Nézzük meg a COVID okozta problémát. Ugye egy ilyen pandémiás időszakban az, hogy mi kiszervezzük a termelésünket, ez nem lehet út, és ez bizonyított is, hiszen látható az, hogyha az európai mezőgazdaságban olyan drasztikus változások következnének be, akkor a harmadik országokra lennénk szolgáltatva, az importunk nőne meg jelentős mértékben. Viszont ennek az ökológiai lábnyoma jóval nagyobb, mint a helyben előállított élelmiszereinké. Egyértelmű, viszont a zöld törekvések elleni tüntetések mutatják, hogy az unióban az uniós gazdák, teljesen mindegy, hogy melyik országot vizsgáljuk, nem értenek ezzel. Azt mondom, hogy gyökeresen eltér az álláspontjuk, hiszen azért a gazdatüntetések ezt mutatják. Igen. Tehát ez a Green Deal, ez marad. Most a legutóbbi álláspont, amivel én tisztában vagyok, az az, hogy átalakításon és finom hangoláson megy végbe, hiszen látható az, hogyha a gazdaságosságban ilyen drasztikus beavatkozásokat végzünk, amely a környezeti vagy akár inkább a társadalmi és sok esetben a társadalmi dezinformálás miatt kialakuló téveszmék miatt kerülnek megállapításra, ezek jelentős mértékben okozhatnak akár ilyen kilengéseket és problémákat. Nekünk úgy gondolom, hogy az a fő cél, hogy azokat a egységes intézkedéseket találjuk meg, amelyen szavatolhatjuk a környezeti állapotoknak a minőségi javulását, de nem veszélyeztetjük a gazdaságosságot. Így van, tehát a versenyképesség növelése érdekében abszolút mindent meg kell tennünk, ehhez viszont alkalmazni kell azokat az innovációs trendeket, amelyek bemutatják az új termékeket, technológiákat. Hol tartunk ma Magyarországon ebben a tekintetben? Én úgy gondolom, hogy a tavalyi év során például meghirdetett digitális átállás sokak által ugye precíziós pályázat kapcsán, ugye számos új és innovatív eszköz, mint hardware, mint szoftver, vagy akár erőgép oldalról most már a gazdálkodók rendelkezésére áll. Azonban a legnagyobb probléma az, hogy ezeknek a kezelése, a szaktudás és a meglévő információ halmaz, amelyet ezek által össze tudunk gyűjteni, ezeknek a megfelelő szintetizálása hiányzik, és ez egy hatalmas nagy felelősség, én úgy gondolom, az agrárszakembereknek, hogy ezt az információ tömeget, amelyekből döntéseket tudunk hozni, és adat alapon tudunk dönteni, úgy használjuk, hogy ezek tényleg a hatékonyságot javítsák. Egy másik oldalról pedig ugye az új technológiák és az új vívmányok kapcsán nagyon fontos az, hogy ugye az EU szigorításoknak következtében azok a akár növény- és tápanyag utánpótlási rendszerek is reformálásra kerülnek, hiszen ugye mindenki az aspirint kereste, az azonnali gyors megoldásokat. Ez ugye főként kémiai és fizikai tényekben módosultak, azonban a különböző biológiai ágensek, gondolok itt a mikroorganizmusok vagy talajbaktériumok, gombák alkalmazására számos és innovatív lehetőséget nyújtanak, én úgy gondolom, a fenntarthatóság szempontjából. A jövő nagy lehetőségei a fenntartható talajművelés és az agrárrobotika. Viszont ez egyértelmű, hogy ehhez források kellenek. Tehát itt az egyik oldalon ott van nekünk a KAP, a közös agrárpolitikából, az unióból érkező pénz, amit kiegészít, és azt gondolom, hogy remek gondolat a kormány részéről, hiszen azok az 1000 milliárdok nagyon-nagyon fontosak. Viszont elindult-e az a folyamat, gondolom, hogy igen, amely segít a gazdáknak abban, hogy mindezt megértsék és alkalmazzák is? Abszolút, ugye a nagy innovatív cégek, akik rendelkezésre bocsátják ezeket a termékszegmensben és termékszortimentben elérhető eszközöket, az úgynevezett support, az a fajta segítség, ami a gazdálkodóknál hiányzik, hiszen nem elvárható egy gazdálkodótól, hogy a bürokratikus dolgok mellett a termelésre, a digitalizációra, az adatfeldolgozásra, mindenre 100%-osan figyeljen,
és ehhez szükséges egyfajta támogatás. Illetve elindult egy nagyon érdekes dolog egyébként, erről nagyon kevesen beszélnek az országban az agrárdigitalizáció kapcsán, szintén fiatalok társasága, egy olyan agrárdigitalizációs közösségi hálózatot hoztak létre, hogyha lehet így fogalmazni, amellyel szinte a teljes országot le tudták fedni RTK-jel korrekcióval, teljesen ingyenesen, és rendkívül jól működik, egymást segítve ez a rendszer. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a fúziója fogja ezt segíteni. Mit kell mérlegelniük a gazdáknak? Hiszen az egyes növénykultúrák telepítése, termesztése, előnyökkel, költségekkel kell, hogy számoljon. Nagyon-nagyon sokat nyilván ebben segítenek a kamara szakembere is, illetve hát a robotizációs lehetőségek is, hogy melyek azok a fejlesztési trendek, amelyek érvényesülhetnek úgy, hogy azért ez kellően költséghatékony legyen. Igen, ugye mindig az a nagy kérdés, hogy mire van kereslet, mit termeljünk, ugye, hogyha ha ezt nézzük. Látható az, hogy főként az orosz-ukrán konfliktus kirobbanását követően azok a tőzsdei termékek, azok a tőzsdei alapanyagoknak a felvásárlási metodikája és piacra helyezése, gondolok itt a gabonafélékre, teljesen átalakult, és nyilván mi egy jóval szabályozottabb, és ha lehet így fogalmazni, környezetorientáltabb gazdálkodási rendszerben veszünk részt, amely ugye az intenzifikációval nem olyan korrelációban van, mint mondjuk egy ukrán vagy egy orosz termelés. Ezért nekünk meg kell találnunk, hogy mik azok a lehetőségek, amelyek a tömegtermelésre alapozott árunövények mellett nyilván kisebb területen, de egységnyi területről nagyobb terméspotenciállal vagy nagyobb jövedelmezőséggel rendelkeznek, mik azok a nis termékek, amelyeket mi piacra tudunk hozni, hiszen az adottságaink rendkívül jók. Fontos, hogy a fenntartható talajjavításban is fejlődjünk, hogy a hatékonyságot megtanulják a gazdák. Egyáltalán hogy lehet ezt egyik oldalról megtanulni, hogy lehet rá forrásokat biztosítani? Látható az, hogy az elmúlt évben a regeneratív talajművelés milyen mértékben került előtérbe, és maga a talaj, mint fókuszpont, mennyire hangsúlyos lett, hiszen látható, hogy az első a talaj, a talajból indul minden. És ahhoz, hogy nekünk ezt a megújuló erőforrásunkat funkcionalitásában úgy őrizzük meg, olyan műveletek és olyan technológiák szükségesek, gondolok itt a csökkentett művelet számú mintil, zérótil vagy striptil művelés kapcsán, illetve a különböző takarónövények alkalmazása mellett a talaj életet serkentő dolgokra. Hiszen gondoljunk bele, egy kávés kanálnyi talajban több mikroorganizmus van, mint ahány ember él a Földön. Hát micsoda tömeg, micsoda... Nem jól gondolkodunk, hogy a talaj egy élővilág, a talajbiom egy élőlények közösségét alkotó szintér, amelyben mi ugye a növényi termesztésben beavatkozunk, és szükséges az, hogy olyan termékeket, olyan lehetőségeket alkalmazzunk, amivel revitalizáljuk ezt a talajbiomot. Hogy állunk a Green Deal-lel? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen látjuk azért Európában, szerte Európában, hogy növekszik a tábora, ugyanakkor azért vannak hátrányai, valljuk meg. Igen, ugye a Wageningeni Egyetem és az USDA is nagyon komoly elemzéseket, forgatókönyveket készített a Green Deal megjelenésekor azzal kapcsolatban, hogy a piacgazdasági szinten ez mit okozhat. Ugye itt beszélünk a különböző szintetikus műtrágyáknak a kivonásáról, a peszticid csökkentésről, illetve ugye az ökológiai területeknek a növeléséről. És minden tanulmány erős konklúziója az, hogy ez az átállás megfelelő támogatás nélkül és megfelelő rendszer nélkül nem lehet sikeres. Illetve nem tehetjük meg azt, ahogy említettem is, hogy kiszervezzük a termelékenységünket, és harmadik országokra támaszkodunk ugye az alapélelmiszereink ellátása céljából. Így nyilván ugye a tábor mellett voksolók és tábor ellen voksolók is vannak, hiszen látható az, hogy ugye a mezőgazdaságunk átalakul, de azért
nem fölkészült erre a mezőgazdaság, és nem is biztos, hogy ez a jó irány. Ez a teljesen rentábilis, én úgy gondolom. Tehát egy biztos, hogy a talajkímélő művelési módok elterjednek, fontosak számunkra, előnyökkel járnak, ugyanakkor milyen költségekkel kell kalkulálni ehhez? Hiszen a gazdát ez is érdekli, sőt. Sőt, hát igen, ugye, hogyha fogalmazhatunk így, akkor ebből fedezi a családjának a mindennapi megélhetését, és ezért olyan gazdasági döntéseket kell hozni, ami hosszú távon számára kifizetődő. Nyilván itt, mivel egy természeti rendszerbe történik a beavatkozás, gondolok itt arra, hogy akár a forgatásos talajművelésről átállunk a forgatás nélküli talajművelésre, a legfontosabb a lépésről lépésre haladjunk. Minden év más, minden évben új kihívások, és teljesen más abiotikus tényezők, vagy a külső externáliák is jelentősen befolyásolják a gazdaságunkat. És hogyha hallgatunk a talajreformmal, a regeneratív talajműveléssel foglalkozó nagyjainkat, akkor mindig a folyamatosság elvét mondják, és hogy minden területünket olyan mértékben ismerjünk meg, hogy mire alkalmas, mivel tudjuk azt szavatolni, hogy akár a szénkészleteinket, akár a talajainkat megőrizni tudjuk. Tehát ez egy folyamat. Így van, egy közös gondolkodás. Hol tartunk ebben a folyamatban? Nagyon heterogén. Nagyon heterogén, én azt tudom mondani. Vannak gazdálkodók, akik nagyon magas szinten művelik, de talán elmondható az, hogy szinte minden gazdálkodói érában most már elért az a fajta tudatosság, és látják azt, hogy a input anyagaikban történő spórolás, a műveletszám, a gázolajnak a fölhasználása, és a talajaink vitalitása révén a növényeink ellenálló képessége is nőhet, és ez nyilván később apró pénzre váltható. Történjék így, én azt gondolom. Köszönöm szépen, hogy megtisztelt. Köszönöm én is a lehetőséget. És hát bízom benne, hogy ezt a beszélgetést majd folytatjuk, mert hogy van miről beszélnünk bőségesen. Köszönöm, hogy megtisztelt bennünket. Kedves nézőink, az Agrárinfót látták, vendégem Balázs Viktor volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara környezeti fenntarthatóságért és innovációért felelős új országos alelnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.